A sportág teremben űzött változatának bajnokságai már a végükhöz közelednek, viszont a szabadtéri szezon még csak nemrég kezdődött el. Az Adidas Streetball sorozat május végén Kőbányán rajtolt, a második rendezvénynek pedig június 3-án szombaton a Nyíregyházi Kossuth tér ad majd otthont. A rendezvény picit más lesz a korábban megszokottaknál, mivel 25. születésnapját ünnepli az 1993-ban elindított szabadtéri sorozat. A 25. alkalom egy jeles évfordulója a streetball rendezvényeknek Magyarországon. Ugye Nyíregyházán nem volt mind a 25 alkalommal, volt egy időszak, amikor egy kicsit szünetelt a streetball, és néhány évvel ezelőtt a Nyíregyházi Sportcentrum rendezésével tért vissza hozzánk, és nagyon örülünk annak, hogy újra részesei lehetünk egy ilyen országos versenysorozatnak. Egy picivel több látványosság lesz, több fellépő lesz, és hát ami a legfontosabb az az, hogy a FACE team is itt lesz Nyíregyházán, és ők is egy bizonyos showval fognak kedveskedni a kilátogatóknak. A centerpálya mellé még 10 pályát rajzolnak fel, azokon játszhatnak majd egymás ellen a három fős csapatok. A kenguru korosztály kivételével a másik 5 korcsoport képviselői a Nemzetközi Szövetség 3x3 World Tour versenyére is nevezhetnek egy regisztrációval. A szervezők reményei szerint akár a 100-at is elérheti az induló csapatok száma. Az előző évek tapasztalatából azt mondhatjuk, hogy nagyon népszerű, hiszen a nevezett csapatoknak a létszáma az Nyíregyházán az elsők között volt mindig. Úgyhogy most is arra buzdítanám az embereket, hogy jöjjenek, és legyenek részesei ennek a rendezvénynek, akár nézőként, akár játékosként, akár csak érdeklődőként, de mindenféleképpen úgy gondolom, hogy megéri eljönni hozzánk. A mérkőzések szombat reggel 9 órakor kezdődnek, és az induló csapatok számától függően valamikor a délutáni órákban érnek véget. A győztes együttesek bejutnak az országos döntőbe, amely szeptemberben Budapesten a Magyar Kosárlabdázás napján rendeznek meg.